iskola kodályos szóbeszéd csoportja előadásában Ludas Matyi a rajzfilm alapján átírva következik. Fülöp Tamás készítette fel a diákokat. Felkészül a Szedetkényi Általános Iskola kisbolygók csoportja. Ispa, mutassunk neki törvényt!
melyik fa pam-pam, te kívánni és mondani pam-pam. Pam-pam-pam-pam. 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 No majszer uram, meg van elégedve? Szí-szí. Csak-csak-csak. Mit csapolsz még itt nekem? Csak kellene unográndó majszer gerendó. Ó-ó, ott látni egy. Csak innen tud, mi lenne régyől. Ne idegesítsen fel, majszer uram. Ha ez nincs régyől, akkor... Nem tudom. Lehet, hogy van. Kell miért. Sóhajc beteg.
vagyok, doktor Tutz. Mindig gyógyíthatod. De most látom, nem fogsz tudsz. Nix Heilkraut und Balsam. És Bal, kérdezd meg ettől a Tutztól, mi ez a Tutz? A nagyságos úr azt kérdezteti, hogy mi a fene van Nix, hogy kérdezd, Tutz. Azt mégsem tudsz. Kell félféle gyógyfűrű. Kapni te pakolást? Egy kis megpakolást. Menni szedni gyógyfűrű. Mind menni. Sok-sok félféle gyógyfűrű. Mondd én melyik? Füleszkedez. Szagos füle. Macska méter, tyóktól hívaja, kutya bongva vakarék. Mindegyikből pénzmarék, te lenni főfűszedő. Vakarék, mindegyikből tízmarék. Mindenki elment. Itt az idő adni egy kis pakolást. Egy kis megpakolást. A megpakolás az mindig jó, mert nem vagy a lélem, doktor, csak a lugas Matyi. És jöttem a második részre a dolgában. István! Emberek! Segítség! Nem kell ide segítség. Elszámolok egyet. Ember! Kis van! Segítség! Négy!
itt varázslat, boszorkányság. Csupán egy kis forné, aki kegyelmet serege üdöz, az csak egy derék cimborám. Te ludas, hozzám nem eléd, itt akasztófára való egy ujjal se. Ez a történet egy mese, és hangozni kell a tanulsága, ami túl